Az eddigiekben láthattunk Kovács Margittól olyan műveket, amik picit úgymond statikusak voltak, vagy olyanok, amik mondjuk mozgást is ábrázoltak egy kicsit egyszerűbben. Most szeretnék megmutatni egy olyan műtárgyat, amivel már Kovács Margit nagyon bonyolult mozgásmintákat is tudott ábrázolni. Itt látható a titkos találkára menő hölgyike. Minden benne van, amit az ember úgy mondhat, hogy sejtelmesség. Megcsinálta a figuránál azt, hogy teljesen egy fátyolba beborította, tehát ugye, hogy ne is látszódjon. Az arca, az látszódik is, meg nem is, tehát megvannak a szem, az orra, szájnak a vonalai, de nagyon halványan. Az egész figura úgy néz ki, mint aki tényleg egy titkos találkára jön, vagy titkos találkára megy. Egy igazi kis titkolódzást láthatunk itt. Az 1951-ben készült Anyám című alkotása egy nagyon érdekes mű. Kovács Margit itt megmutatja azt, hogy hogy kell egy műtárgyba, egy általa elkészített munkába az érzelmet belecsempészni, és ezt az érzelmet a közönség felé visszasugározni. Annyira szép beállítást alkalmaz, annyira nagyon kedvesen ábrázolja az édesanyját, hogy érezni azt, hogy sugárzik belőle a szeretet, és sugárzik belőle az, hogy kettejük kapcsolata nagyon szép és harmonikus lehetett. És ezt ő ebben a művben nagyon kedvesen és egyszerűen adja vissza a közönség felé. A Maximi alkotása 1969-ben készült, szimbolikus és nagyon érdekes, mert több értelmezés van benne. Ugye lent már meséltem a Szent Családnál a magyar életfáról, hogy mi is történik. Most láthatunk itt is egyfajta ilyen értelmezést, hogy az elhunytnak a teste látható, egy életfa motívum, ugye kicsit így szárba szökkenő buzaszálakkal, látható a kismadárka is, aki viszi fel az elhunytnak a lelkét, ugye az őseink hiedelme szerint a felhőkbe, és ugyanakkor pedig hozza le az újszülötteknek a lelkét, ugye az újszülött pedig szimbolikusan itt fönt látható. A másik értelmezése is lehet ennek a műnek, hogy maga a búza. Ugye a búza szemek a földbe kerülnek, a búza szárva szökken, és a búzából lesz a kenyér. A kenyér viszont ételt ad a családnak is egyben. Ez a nem is furcsa, hanem inkább elgondolkodtató kettős értelmezés is látható Kovács Margitnak ezen gyönyörű szép műtárgyán. Az eső azokat az embereket mutatja be, akiknek főleg a munkák végén az volt a feladata, hogy egyszerűen nézzék az eget, és megpróbálják megjósolni azt, hogy eső várható mondjuk másnapra, hogy állnak a felhők, ebből tudjanak következtetni arra, hogy esetleg másnap milyen munkákat tudnak elvégezni, főleg mondjuk a földeken vagy a házaknál. Na, ezt a foglalkozást mutatja be nekünk ezzel a figurával Kovács Margit. Nagyon szépen látszódik a lánykán egy kicsit ilyen mesebeli elképzelés. Kovács Margit női figuráinak jelentős része szőke és kékszemű, ez kicsit így az idealizált változat. Ez ugye ennél a figuránál is megjelenik. Illetve a másik pedig az, hogy a korszak sajátossága, ugye 1953-at írunk, hogy nagyon előtérbe kerülnek, nem csak nála, hanem a korabeli művészet politikába is, a farusias, népies ábrázolások, és ennek az egyik szép példája ez az Eső Leső című figura is.